Ebben a videóban a várandóság alatti testmozgás témájáról szeretnék beszélni. Miért fontos a várandóság alatt mozogni, milyen előnyei vannak ennek a kismamára és milyenek a kisbabára nézve, milyen mozgásformákat érdemes végezni, mennyit mozogjunk, lehetnek ennek veszélyei, illetve mi az, amire jobban oda kell figyelni. Ebben a videóban ezekről a témákról fogok beszélni. Azt mindenki tudja, hogy a rendszeres testmozgás az egészséges életmód egyik legfőbb oszlopa, és rengeteg pozitív hatása van. Na most, ha a várandóság kontextusában beszélünk a testmozgásról, ugyanezt elmondhatjuk, hogy rengeteg pozitív hatása van. Most csak néhány pontba összeszedve elmondom, hogy mik a pozitív hatások, először is a kismamára nézve. Nos, azok a kismamák, akik a várandóság alatt sportolnak, vagy rendszeresen mozognak, mondjuk inkább úgy, kevesebbet híznak a várandóság alatt. Ez rögtön egy pozitív dolog. Ráadásul náluk jó néhány terhességi komplikáció kisebb valószínűséggel fordul elő, tehát jóval ritkábban, ilyen például a terhességi cukorbetegség, ilyen a terhességi toxémia, ami ugye magas vérnyomással jár, és a császármetszés is ritkább azoknál a kismamáknál, akik a várandóságuk alatt mozogtak rendszeresen. Mindemellett azt ugye tudjuk, hogy az edzésekkel erősödnek az izmaink, és ez igaz a medencefenéki izmokra is, hogyha megfelelő edzést végzel, a medencefenéki izmait is tudod erősíteni, ez pedig egy nagy előny lesz a szülésnél, mert hogy segíteni fog a szülésben, és akár könnyebb szülést is eredményezhet. Aztán nyilvánvaló, hogy a mozgásnak a testen kívül a lélekre is van hatása, a stresszt tudod csökkenteni a mozgással is, köszönhetően az endorfinoknak sokkal jobban is érezheted magadat, tehát a lelkedre is jó hatással van a mozgás. A depresszió is egyébként ritkább azoknál, akik rendszeresen mozognak. Aztán a szülést követően is kihat az előny, hiszen a szülés után gyorsabb a regeneráció azoknál a nőknél, akik a várandóság ideje alatt rendszeresen mozogtak. Tehát jó sok előnye van a kismamára nézve. De ez még nem minden, mert hogy a kis magzatodra nézve is sok-sok előnye van a mozgásnak. Például azoknál a kismamáknak, akik rendszeresen mozognak, ritkább, hogy a baba túl nagy súlyú lesz. Ugye ez a makroszómia, amikor túl nagyra nő a baba. Ez ritkább a sportos kismamáknál. Aztán a rendszeres testmozgás során ugye a keringésed fokozódik. Amikor fokozódik a keringés, az ugye azt jelenti, hogy a magzathoz is friss, oxigéndús, tápanyagdús vér megy, és ez a keringés, ez gyorsabb, tehát gyorsabban cserélődik úgymond a vér, tehát ez nagyon pozitív, hiszen a kis magzatodhoz is megy a tápanyag. Aztán a tudományos vizsgálatok szerint azoknál a kisbabáknál, akiknek rendszeresen mozgott az anyukája, a születésükkor is már érettebb volt az agyuk, és később a beszédkészségük is jobb volt, és az iskolai teljesítményük is. Tehát azt lehet mondani, hogy a rendszeres testmozgás következtében a magzatnál kedvezően alakul az agyi és az idegrendszeri fejlődés. Tehát amikor te edzel, a várandóságod alatt tud, hogy ezzel segíted a kisbabádnak az agyi és az idegrendszeri fejlődését. Tehát nem csak neked, hanem a babának is ez nagyon jó lesz, és nem csak a magzati életére hat ez ki, hanem később az egész életére is kihathat. Mert hogy azt is tudjuk, hogy a fit kismamáknak, akik rendszeresen mozogtak a babájuknál, később, ha már felnő, ritkább lesz az elhízás, és ritkábban alakul ki kettes típusú cukorbetegség.
Tehát gondold el azt, hogy te a várandóságod ideje alatt rendszeresen mozogsz, az a te gyermekeid életére hosszú távon is kihathat. Nem semmi, ugye? Szerintem ez fantasztikus dolog, amit ki kell használni. Már csak az a kérdés, hogy mit és mennyit mozogjunk. Kezdjük a mennyiséggel. Az általános javaslat a szakértők véleménye az, hogy napi fél óra mérsékelt intenzitású testmozgás, akár a hét minden napján, az ideális kismamák számára. De ha nem is minden nap, a hét legtöbb napján érdemes legalább 30 perc mérsékelt intenzitású testmozgást végezni, ami azt jelenti, hogy nem nagyon-nagyon intenzív mozgásról van szó, nem kell teljesen kifáradnod, nem kell, hogy kapkodd a levegőt, sőt, ez nem is annyira ajánlott. Kb. Ez a mérsékelt intenzitás azt jelenti, hogy akár a mozgás közben még tudsz szót váltani valakivel, tehát nem kell annyira kapkodnod a levegőt. Ez a mérsékelt intenzitás. Tehát túl erőltetni nem kell magadat, de egy mérsékelt intenzitáson akár minden nap egy legalább fél órát azt érdemes mozogni. Hogyha nem is sikerül minden nap, az se baj, lehet egyébként az is, hogy egyik nap többet mozogsz, másik nap lehet, hogy nem tudsz annyit, de semmi baj, a lényeg a rendszeresség, hogy legyen meg a hétnek a legtöbb napján legalább fél óra mozgás. És milyen típusú mozgást érdemes előnyben részesíteni, illetve mi az, ami kerülendő? Ebben a kérdésben a legjobb az, ha megkérdezed az orvosodat, az a biztos, hogyha az ő véleményét kikéred, hiszen vannak olyan esetleges komplikációk a várandóság alatt, ami miatt az is lehet, hogy bizonyos mozgások egyáltalán nem javasoltak, sőt, sajnos olyan is van egyébként, hogy igazából a pihenés és a fekvés az, ami egy kismamának valami probléma miatt elő van írva. Tehát én most csak nagy általánosságban beszélek, a te egyedi helyzetedre vonatkozóan jobban megkérdezed az orvosodat. Hogyha minden okés, akkor az biztos, hogy érdemes kardió és erősítő jellegű edzéseket is végezni. Hogy pontosan milyen mozgásformákat, az nyilván függ attól is, hogy eddig mit csináltál, tehát a várandóságod előtt mennyire voltál aktív, milyen mozgásformákat üztél, mennyire vagy fit, és persze attól is függ, hogy esetleg vannak-e ilyen mozgásszervi problémái, tehát én nem is szeretnék itt most konkrét tanácsokat adni, hanem ezzel kapcsolatban azt mondom el, hogy én személy szerint mit szoktam csinálni. Én személy szerint most a várandóságom 6. hónapjában vagyok, és na, hogy igyekszem rendszeresen mozogni, elmondom, hogy én miket szoktam. Ha kardióról van szó, egy mozgásforma van, ami nekem bevált, és amit rendszeresen csinálok, a gyaloglás. Ez a kardió mozgás igazából egy viszonylag könnyű mozgás, nagyon egyszerű mozgás, felhúzod a cipőd és már mehetsz is, nem kell hozzá speciális felszerelés, és nem terheli nagyon az ízületeket. Úgyhogy ez a mozgás tök jó, mindenkinek ajánlom, menjetek sétálni. Ha pedig erősítésről beszélünk, akkor én most már itthon szoktam edzeni, tehát már nem megyek konditerembe, várandóság előtt rendszeresen konditerembe jártam, de azt most egy picit pihentetem, és inkább itthon edzek, sokkal lájtosabban, mint ahogy korábban, ugye a várandóság előtt. Megmutatom, hogy én miket szoktam használni. Az egyik legalapvetőbb, ugye, kézi súlyzó, ez itt speciál, 3 kilós kézi súlyzó, tehát nagyon könnyű, de akkor lesz ugye a születendő baba, hát kb. 3 kiló valamennyi valószínűleg, 3 kiló körüli, tehát ezzel már lehet edzeni arra, hogy majd a babát is tud emelgetni. Ezentúl nem olyan rég szereztünk ilyet otthonra, ez ugye kettlebell. Hát ezzel is annyi mindent lehet csinálni, nagyon sokféle gyakorlatot, ez speciál egy 6 kilós kettlebell, ennél könnyebbet, ennél nehezebbet is lehet vásárolni.
és nagyon változatosan lehet ezt felhasználni, tök jó szerintem. Ezen túl gumiszalagot is használok. Ez itt egy ilyen közepes erősségű gumiszalag, de most már szereztem egy másikat is, ez a fekete, ez egy nehezebb, nagyobb erősségű gumiszalag, ami azt jelenti, hogy ezt könnyebb kinyújtani, ezt pedig jóval nehezebb kinyújtani, tehát több izommunkát igényel, hogy ezt ki tud nyújtani. Ezekkel a gumiszalagokkal is rengetegféle gyakorlatot lehet végezni, hogyha szeretnél ilyeneket, akkor rákeresel YouTube-on, és szerintem több száz videót találsz. Tehát kézisúlyz a gumiszalag kezdőben, és persze a saját testsúly. A saját testsúlyodat is nagyon jól fel tudod használni, erősítő gyakorlatokat, hogy végez, csak mondok egy egyszerűt, a guggolás. Nagyon egyszerű, nagyon hatásos, és bárhol le tudod végezni, a lakásban egy pici hely is elég. Úgyhogy én speciál úgy kb. Ezeket szoktam használni. Igen, egy polifom nem árt otthonra, hogyha otthoni edzést szeretnél csinálni, mert azért sokkal kényelmesebb ezt leteríteni a parkettára. Úgyhogy ennyit arról, hogy én miket szoktam. Most nézzük meg azt, hogy mi az, ami nem ajánlott a várandóság alatt. Nem ajánlott a várandóság alatt olyan gyakorlatokat végezni, amik úgynevezett ilyen high impact gyakorlatok, tehát amilyen nagyon ugrálós gyakorlatok, illetve olyat sem ajánlatos végezni, amiben ilyen hirtelen irányváltásokra, hirtelen mozdulatokra van szükség. Azért nem, mert ezeknél jóval nagyobb a sérülés veszély. És a várandóság alatt a szervezetünk egy relaxin nevű hormont termel. Ez a relaxin nagyon hasznos a várandóság alatt, hiszen ez készíti fel a testedet a szülésre, amikor ugye eléggé ki kell majd tágulni. És ez a relaxin, ez bizony ellazít. Ellazítja az inaidat, a szalagjaidat, az izmaidat, és ezáltal az ízületei kevésbé stabilak, mondhatjuk úgy is. Tehát könnyebben akár le lehet sérülni, hogyha olyan mozgásokat végzel, amin ilyen hirtelen és ilyen erőteljes mozgásváltozásokkal jár, tehát erre érdemes figyelni. Szintén nem ajánlott olyan mozgásokat végezni, ami az egyenes hasizmodat veszik igénybe. Ugye a hasizmoknak több része van, ugye a hasizomnak itt van az egyenes hasizom része, ami akár kockás is lehet, hát ez most az én esetemben egyáltalán nem látszik. Ezen kívül vannak még külső és belső ferde hasizmok, és van haránt hasizom. Na most ezek közül ez az egyenes hasizom az, ami rendesen megnyúlik a várandóságot. Ugye, hogy nő a pocak, ez az izom is nyúlik. És emiatt nem érdemes erre az izomra további terheket róni, tehát ezt az egyenes hasizmot jobb, hogyha inkább békén hagyjuk a várandóságot, inkább a többi hasizmot lehet jobban megcélozni ilyen stabilizációs jellegű gyakorlatokkal. Ezt az egyenes hasizmot inkább nem, szóval felüléseket nem tanácsos végezni, lábemeléseket se nagyon, hasprést se nagyon, hagyományos plenket se nagyon. Mert hogy ez eléggé megterhelni az egyenes hasizmot, és az most nem cél. Már csak azért sem, mert nem szeretnénk, hogy a hasizmunk szétnyíljon. És sajnos a várandóság alatt van, akikkel előfordul az, hogy szétnyílik a hasizmuk. Ezt idegen nyelven úgy mondják, hogy rectus diastázis, és ebben a témában ajánlok egy könyvet, amit elfelejtettem idehozni, de már is idehozom. Itt is van a könyv, magyar szerzőtől, ez Bagyinka Tíme a könyve, Love Your Belly, ez a neve a könyvnek, és ez arról szól, hogy a szétnyílt hasizmot hogyan lehet megelőzni, illetve hogyan lehet kezelni, ha már kialakult. Úgyhogy ebből
mindent meg lehet tudni, én is ezt megvásároltam, mert szeretném megszözni ezt a problémát, amennyire lehet. Sajnos azért a genetika is eléggé közrejátszik, úgyhogy nincs 100%-ban hatásunk rá, de amit tudunk, azt tegyük meg. És képek is vannak benne, és egy nagyon hozzáértő szakember írta ezt, úgyhogy ezt érdemes elolvasni akár a megelőzés, akár a kezelés szempontjából. És végül van még egy dolog, ami kerülendő, ez pedig a túlhevülés. Ilyenkor nyáron, főleg ez a veszély fennáll, hogy a nagy melegben még edzel is, akkor túlhevülhetsz, na ez egyáltalán nem javasolt a várandóság alatt, úgyhogy amennyire csak lehet, kerüld az, hogy ilyen nagyon nagy melegben mozog, szóval, hogyha kint akarsz mozogni, akkor jobb kora reggel, vagy késő este inkább, vagy egy légkondicionált helységben kényelmesen a nap bármely időszakában, jó? Tehát a túlhevülés kerülendő, és persze nagyon fontos, hogy igyunk eleget, tehát ha mozogsz, legyen nálad a víz, igyál belőle többször keveset a mozgás közben és utána is, úgyhogy folyadékfogyasztáson ne tessék megfeledkezni. Jó, most ez volt így általánosságban a mozgásról, most itt trimeszterenként is azért egy-két dolgot kiemelni. Az első trimeszter nagyon speciális időszak, általában ennek a trimeszternek a kb. Olyan hatodik hete környékén van az, hogy a legtöbb kismama tudatában lesz a várandóságának, mert hogy ekkor kezdenek el a tünetek jelentkezni. Ugye a rosszulét jellemzően a hány inger, hányás, gyengeség, szédülés, nagyon nagy alvásigény, fáradékonyság. Ez jellemzően így kb. A hatodik hét környékén jelentkezik, és akkor azt lehet mondani, hogy már eltelt jó néhány hét, amikor nem is tudtad, hogy várandós vagy. Aki nagyon tudatosan készül a baba vállalásra, az emiatt esetleg aggódhat is, hogy milyen mozgást végezzen, hogyha fennáll az esély, hogy ő bármikor teherbe eshet, és ugye nehogy elvetéljen a mozgás hatására. Na most, én nem vagyok ennek a témának a szakértője, szóval azért jobb, ha megkérdezed egy szakértőt, de amennyire én tudom, ez azért nem olyan egyszerű. Tehát valóban lehet olyan mozgást kitalálni, ami miatt akár el lehet vetélni, és úgy tudom, régen alkalmaztak is ilyen technikát, de azért ez nem egy ilyen átlagos edzés alkalmával fordul elő, szóval ilyen nagyon durva ugrálás, meg ilyenek vannak benne, amennyire én tudom, de mondjuk egy sima edzés, akár futás, erősítő edzés, én szerintem nagyon nem valószínű, hogy vetélést okozna, ha egyébként minden rendben van. De ezt én mondom, mint nem annyira hozzáértő. A személyes példám, hadd mondjam el, én ugye a hatodik hét környékén jöttem rá, hogy babát várok, aminek nagyon örültünk. Előtte viszont simán edzettem a szokásos edzésemet, amiben volt futás is, sőt intervall edzés is, ami azért elég intenzív jellegű, és erősítő edzés is, amiben pedig elég nagy súlyokkal is edzettem, tehát mondhatjuk, hogy magas intenzitású edzéseket végeztem, és ez semmi problémát nem okozott. Aztán a hatodik hét környékén, mikor kezdtem nem túl jól érezni magam, na akkor ez borult a szokásos edzés tervem, és na akkor én egy ideig igazából nem is edzettem egyáltalán, mert hogy nem voltam jól, és ez teljesen belefér. Szóval, ha az első trimeszterbe jársz, és éppen ebben a hány ingeres, gyenge időszakodban vagy, akkor nem kell erőltetni a mozgást, pihenj, add meg a testednek azt, amire ilyenkor szüksége van, és nem kell túlzásba vinni, nem kell erőltetni. Ennek az időszaknak vége lesz, és akkor újra elkezdhetsz majd rendszeresebben mozogni, és olyan sokat nem vesztettél, hogy néhány hetet kihagytál, úgyhogy
az nagyon fontos így alapelvként, és ez minden trimeszterre vonatkozik, figyelj a tested jelzéseire. Figyelj oda a tested jelzéseire, ha úgy érzed, hogy nem esik jól a mozgás, akkor pihenj, nem mozogj. Vagy ha úgy érzed, egy bizonyos típusú mozgás nem esik jól, akkor ezt ne csináld, akkor csinálj helyette mást. Jó, szóval nagyon fontos, hogy figyelj oda a tested jelzéseire. Aztán jön a második trimeszter. A második trimeszterben ugye már egyre nagyobb a pocak, és ez azért hatással van arra is, hogy például nagyobb teher megy az izületeidre, de arra is hat ez, hogy megváltozik a súlypontod, és az egyensúly érzéken sem lesz az igazi. Tehát oda kell figyelni, hogy milyen mozgást csinálsz, mert nem biztos, hogy annyira toppon leszel így egyensúlyilag, és ezért érdemes olyan gyakorlatokat csinálni, amik ilyen stabil testhelyzetben vannak. Szintén a második trimeszterben mondhatjuk azt, hogy kb. Ugye 16. héttől a szakértők azt mondják, hogy nem javasolt hosszabb ideig hanyatfekvésben lenni. Tehát a hátadon nem javasolt így teljesen síkon hosszabb ideig feküdni. Tehát mondjuk nekem itt ezen a polifomon, ha itt hanyatfeküdnék, nem lenne túl tanácsos, hogy hosszabb ideig úgy maradja, mert hogy ugye a növekvő pocak és az a súly, az a vénakávát ugye el tudja kicsit nyomni, és ez egy olyan véna, ami nagyon fontos, és ez a szívhez megy, ugye az alsó végtagoktól szállítja a vért, és nem annyira tesz jót, hogyha ez hosszabb ideig ugye így el van nyomva. Tehát emiatt nem javasolják, hogy hanyatfekvésben sokat legyen. Egy picit persze lehet, de hosszabb ideig nem javasolt, úgyhogy inkább olyan gyakorlatokat érdemes választani, amihez nem kell hanyatfekvésben lenned. És végül van a harmadik trimeszter, az utolsó. Na, itt már végképp jó nagy a pocak, és ez azzal is jár, hogy egy picit a tüdődnek is kevesebb hely marad, kisebb lesz a tüdő kapacitása, és emiatt könnyebben kifulladhatsz, tehát itt végképp lejjebb kell majd venni az intenzitást, ahhoz, hogy jól tud végigcsinálni a gyakorlatokat, hogy jól érezd magadat. De az ismételjem meg, amit az előbb mondtam, figyelj a tested jelzéseire minden trimeszterben, sőt azon kívül is, és ha valami nem esik jól, azt akkor inkább ne csináld. Egyébként pedig, ha biztosra akarsz menni, akkor azt javaslom, hogy kérjél gyógytornásztól segítséget, olyan gyógytornásztól, aki erre a területre specializálódott, a várandóság alatti mozgáshoz nagyon ért, pláne ha látszik már, hogy kezd szétnyílni a hasizmod, vagy ilyesmi, vagy már korábbi várandóságnál szétnyílt, vagy várandóság után vagy, és kéne ezt kezelni, akkor végképp javaslom, hogy kér ki szakember véleményét, ezt a könyvet is javaslom, érdemes beszerezni és elolvasni, és érdemes mozogni. Nagyon-nagyon érdemes mozogni. Tudom, hogy nem mindig könnyű, nekem sem mindig könnyű, hiszen azért a várandóság alatt egy picit kisebb azért az energia szint, nem vagy úgy tele energiával, mint egyébként, legalábbis én így érzem, és azért sok teendőd van valószínűleg a babára várásban, a készülésben, mi most itt például lakás átalakításban vagyunk, hogy alakítsunk egy gyerekszobát, úgyhogy tudom, hogy sok minden van, és nem könnyű, van, hogy nagyon meleg van, és semmi kedved, de nem kell olyan hú, de nagy kalandra gondolni, ha elmész, sétálsz egyet, már azzal is mozogtál, már azzal is tettél az egészségedért, és ez is számít. És ha nincs egybe fél órád, akkor az se baj, ha 2x15 percet mozogsz mondjuk egy nap, vagy 3x10-et át. A lényeg csak az, hogy legyen meg a rendszeres testmozgás, és egy dolgot még itt nagyon röviden a végén, ami fontos, a helyes testtartás. Erre is érdemes odafigyelni, a várandóság alatt pláne, de amúgy is, mert hogy ahogy nő a pocakunk, meg akár a mellünk is ugye, amiatt megváltozik a testtartás, megváltozhat, ugye így húz előre a pocak, és így a vállad is előrébb kerülhet, és
Ennek következtében aztán a derékfájás is könnyen kialakul, oda kell figyelni a helyes testtartásra. Erről is amúgy lehet YouTube videókat nézni. A helyes testtartásnál a fejed, a csípőd, a térded, a bokád az így kb. Egy vonalban van. És a vállak nem előre vannak, hanem itt szépen hátrébb. Úgyhogy valami ilyesmire kell törekedni. És hogyha erre odafigyelünk, hogy a testtartásunk megfelelő legyen, rendszeresen mozgunk, és emellett még egészségesen is táplálkozunk, akkor én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat tettünk azért, hogy mi is jól viseljük a várandóságot, és készülhessen fel a testünk optimális körülmények között majd a szülésre. És persze a kis babánk is jó környezetben növekedhessen, megkapja azt, amire ilyenkor szüksége van, a friss vért, a tápanyagokat, az oxigén, és igazából már ilyenkor is gondolj bele, hogy te egy jó példát mutatsz a gyermekednek, hiszen a testmozgás fontos, ezt nem csak mondod, hanem csinálod is, és ez az, ami a leghangosabban beszél. Szóval én csak azt tudom mondani, hogy menjünk mozogni, rendszeresen mozogjunk, választunk olyan mozgásformát, amit szívesen csinálunk és élvezünk, és higgyük el, hogy ez jó hatással lesz a testi és a lelki egészségünkre, nekünk is, és a kisbabánknak is.